ez a tesztelés egy kicsit más, hogy működött, mint az őszi. Itt most mindent a községekre hárítottak rá, az összes papírmunkát, az összes adminisztrációt, ami körülötte volt. Egy dolog, amit kaptunk az államtól, a járási hivatalokon keresztül, azok a tesztek. Tehát semmi mást, a védőruházatot, a tisztítószereket, a szerződéseket, mindent a községeknek kellett oldani. Úgyhogy rengeteg dolog volt vele, de szerettük volna, hogy a szőgyénieknek ne kelljen elutazni máshova tesztelni, ezért bevállaltuk ezt a feladatot, és most a hétvégén pedig újra bevállaljuk. Valószínű, legalábbis reménykedünk benne, hogy ugyanezek a feltételek maradnak, mint voltak, hogy ne kelljen megint valami egészen új rendszereket megtanulni, egészen új rendszerekkel dolgozni. Az önkormányzat az őszi tapasztalatokból kiindulva, amikor a szombati nyitáskor szinte megrohamozták az emberek a kultúrházban kialakított tesztelőállomást, időpontfoglalási lehetőséggel kínálta meg az embereket, amely előnyösnek bizonyult úgy az állomáson dolgozók és a tesztelésre érkező lakosok számára is. A regisztrációs rendszer nagyon jól működött, be is telt egy-kettő az egész, 540 férőhelyet alakítottunk ki, az pár órán belül betelt, de nyugodtan lehetett jönni regisztráció nélkül is, mivel nem mertük az egészet csak regisztrációra bízni, mert az idősebbek, vagy akik nem férnek úgy hozzá az internethez, azok akkor nem tudtak volna jönni. Úgyhogy úgy oldottuk meg, hogy mivel két tímet alakítottunk ki tesztelésre, azért az egyik tím a regisztráltakat tesztelte, a másikhoz pedig lehetett jönni bármikor a nap folyamán. Sokat segített ez a tesztelős rendszer, mivel szét voltak osztva az emberek az egész nap folyamán. Tudta mindenki, hogy mikor kell jönni, van, aki kicsit hamarabb jött, de nem kellett várakozni, tehát egy pár ember állt csak kint sorba. Ahol várakozni kellett, az bent a tesznek az eredményére, ugye azt a negyed órát minimum, azt meg kell várnunk, hogy mutasson az a teszt. Utána kiírtuk mindenkinek az igazolást a teszt eredményéről, és utána lehetett hazamenni. Az önkormányzat jóval korábban megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a falu önálló mobil tesztállomással rendelkezzen. Felkészülve várja így módon az iskola nyitást. A tanításon való részvételt is negatív teszteredményhez kötik majd a jövőben, s az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a tesztelést helyben is meg tudják oldani a családok. A mobil tesztállomáshoz szükséges engedélyt a tesztelés előtt szinte lehetetlen volt kivitelezni, hiszen gyakorlatilag pár nap állt rendelkezésre ahhoz, hogy a települések bebiztosítsák a szükséges engedélyt a januári screeningre. Ez most kapóra jött, mert ezen a rendszeren keresztül futott az egész tesztelés. Ezért be tudtunk segíteni a többi környékbeli kisebb településeknek is, mivel ez időigényes ennek az egész procedúrának az elintézése. Tehát kvázi rajtunk keresztül, a mi tesztelőállomásunkon keresztül teszteltek a többi községek, ami azt jelentette, hogy egész 17 község lakosai tulajdonképpen mi adminisztráltuk, tehát a mi rendszerünkön keresztül a mi alkalmazottaink dobálták be a neveket, a számokat, a különféle adatokat. Kicsit megnehezítette a mi feladatunkat, mert éjjelekig dolgoztunk, hogy fel tudjuk tölteni, le tudjuk adni az adatokat, amiket kértek tőlünk, de viszont be tudtunk segíteni a környező településeknek ilyen formában. Az érsekújvári járás fertőzöttsége 1,64%-os, 61.526 tesztet vizsgáltak ki, és 1012 lett pozitív, ami azt jelenti, a hétvégén tesztelés lesz. Szőgyénben hiába 0,82%-os a fertőzöttség, tehát 1% alatti tesztelni fogunk. 1214 tesztet végeztünk el, és ebből 10 lett pozitív. Igen, most nem azt nézik, hogy egyes helységekben mekkora a fertőzöttség, hanem az egész járás területét nézik, és ez miatt újra tesztelnünk kell.
Ugye voltak a kisebb falukban, vannak olyan kis faluk, ahol nem volt, nulla fertőzött volt, de többnyire ez a egy-két fertőzött minden faluba akadt. A kétnapos tesztelést most is önkéntesek biztosították. Név szerint Pató Dóra, Cillin Gabriella, Vince Csaba, Metz Szilvia, Ivanics Kitti, Simonka Viktória, Diana Pavlovicsová, Magyarósi Krisztina és Hausknecht Vanessa. Köszönjük! A hétvégével a teszteléssel kapcsolatban ugyanúgy fogjuk informálni a lakosokat, mint eddig, tehát előzetesben is a Facebookon keresztül az a leggyorsabb. Fogjuk hirdetni is, hogy hogyan működik, de minden ugyanúgy fog működni, mint előzőleg, tehát lehet regisztrálni interneten keresztül, időpontra, de lehet jönni regisztráció nélkül is.